Hát 20 Bendegúz és Lakatos Sándornak kéne. Lakatos Sándor, akit eddig bíráskodni láttunk, már látjuk, hogy gíben van. És már készül a mérkőzésre. Na, hát akkor most kíváncsian várjuk, hogy mit tud, amikor nem a fehér pólóban vagy inkben kell teljesíteni, mert bíráskodására én úgy gondolom, hogy egy rossz szavunk sem lehet. Sőt, hát ugye neki köszönhető, hogy a legelső mérkőzésen még ugye ott egy újrajátszás következett. Igen, úgyhogy több fronton is teljesít Sándor. És már láthatjuk azt is, hogy megpróbálja rögtön bevenni a gárdot. Minusz 69 kg-ról beszélünk egyébként a 21 évvel idősebb fiúknál, férfiaknál. Ki hova érzi magát. Egyelőre maradunk a gát pozícióban, és ebből nem sikerül akciót kibontakoztatni. Bendegúz megpróbálja kiszedni azt a jobb lábat, egyelőre nem sikerül. Közben hogyha így feláll a versenyző, azért ezt is említsük meg, és talán Sándornak sikerülne kiúzni a lábát, ugye akkor földre kerülhet, és meg lehetne egy kontrollpozíció, ami már megint csak két pont és egy földrevitelnek számítana, de egyelőre most erről nincsen szó. Próbál visszajönni, valami történt, megbeszélték gyorsan egymás között, és már megy tovább a küzdelem, még mindig a gárba megpróbál kiszabadulni a gárd pozícióból Bendegúz, de egyelőre nem sikerül neki. Bent tartja még mindig fogja, megtartott azt a fogást, amit a bal kezével tart, fogja ott a gíd, és ebben a pillanatban Sándor felülkerekedik, meg is kapja. Igen, ezért a két pontot. Ez egy gyönyörű volt, hogy megforgatta, elaltatta kicsit. Sikerült Bendegúzt átforgatnia. Azt hiszem, hogy valószínűleg vagy a karja, vagy a térde csúszott egy picit rossz helyre Bendegúznak, ezért volt a pacsizás. Sikerül átváltani gárdba, de hát egyelőre a forgatás miatt ugye Bendegúz kapja két pontot, így egál. És most vigyázni kell, mert ott a láb, de hát lecsúszik az a lábkulcs. Na, hát megint egy érdekes küzdelem bontakozik itt a szemünk előtt. Egy kicsit más, most Sándor ki is nézett az órára, hogy állunk, és mennyi az idő, mert most ő van, aki kezdeményezhetne ebben a helyzetben. Meg kéne próbálni leszedni azt a gárdot, ami egyelőre nem jön neki össze. Igen, egyelőre most mindketten. Viszont ott marad az a láb, bizony, ott igen, marad az igen, a láb, és ebben a pillanatban. És nagyon lehet az a feszítés, de nagyon-nagyon nem, nem sikerült. Nagyon közel volt, ezért járna az előnypont, én úgy gondolom. Egyelőre nem viszont az előnypont. Inkább két pont. Inkább két pont jár érte. Jobban járt Sándor. Igen, ezzel a hát félig meddig side control és mount pozíció közötti valamivel. Amiből lehet, hogy szép lassan egy mount is kisülhet, hogyha abba az irányba akar tovább menni. Igen, Lakatos Sándor. Tényleg a sporták szépségeire akarunk utalni, akkor én ezt az ide raknám, hogy na igen, akkor most van itt egy szusztanyási szünet, és tessék, már máshol vagyunk. Nem sikerült a mountot fölraknia Sándornak. Nyilván ez volt a terve, ez volt a cél. Nem sikerült, nem jött össze, visszamennek egy másik pozícióba. És újraindul az építkezést. Mindig van egy pici szuszonyásnyi idő, eldöntetett, hogy mit akarsz, de ezt kihasználhatja a másik. És teljesen máshol kötünk ki, mint amit eredetileg elterveztünk. Egyelőre ez egy side control. Szép lassan ott lesz a térd a hasban. Kijött teljesen. Meg is kapja érte a három pontot. Így van, kellett mondani, és már rögtön a vezetőbíró már mutatta is a három pontot, mert lekerült a gárd, és ugye megvártuk az akció végét, igen. Ráértünk vele. Lényegében két perc van hátra, és 7-2-re vezet Lakatos Sándor 20 Bendegúz ellenében. Azt meg én mondom, hogy azt szerintem mindenképpen érdemes kiemelni, hogy tényleg nincs harag, nincs idegeskedés, vagy mérgelődés a másikkal szemben. Mindenki pacsizik, hogyha valami olyan
dolgot követett el, egy vétlen szabálytalanság, vagy nagyon jó, hogy ezt említett, mert nemzetközi szinten is ugye eleve úgy vannak úgy van meg koreográfálva maga a küzdelem, hogy a végén mindig lepacsizunk egymással, illetve az ellenfél edzőjével is. És ez a gyerekek szintjén is folyamatosan mondjuk, hogy menj oda és köszönd meg az ellenfélnek és az ellenfél edzőjének. És ez még az is hozzá kell tenni, hogy itt a jitsus közösségben azért ismerjük egymást. Nagyon... Ott a kéz, na erre kell vigyázni. Közben meg is van. Kopogják. Lakatos Sándor az újraindulást követően viszonylag gyorsan olyan pozícióba tudott kerülni, amiből nem volt menekvés. Igen, Bennek úgy érezte, hogy ezt most elrontotta, azért is mosolygott, hogy ott hagyta azt a kis hibát, ott hagyta azt a kis mozzanatot, és ebben a pillanatban Lakatos Sándor pedig büntetett, aki szintén nem mondta el, de ő is részt vett a Malmöben rendezett világbajnokságon.